Na szavaztok, srácok, ez itt a Bleach, és ezt most nézzétek meg, mekkora a**ság. Itt vagyok Ramonnal, ugye itt alszom a nála, és hát egy olyan dolgot találtunk, ami hát, picit ijesztő. De elvileg van meg kamu, és most tesszük megnézni, hogy mi ez. Soha nem csináltok még ilyet. Ugye az eleve, hogy ilyen one man hide and seek, ugye ilyen egy emberes bujóska, vagy valami ilyesmi. Láttuk, hogy többen is csinálják igazából, úgyhogy most ketten fogjuk ezt megcsinálni. Van egy ilyen oldal, ahol le van írva minden igazából, hogy hogy kell elkezdeni, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani. Az egésznek a lényeg, hogy hajnali 3-kor kell csinálni. Fogni kell egy babát, és ki kell szedni a benne lévő tömést. Így van, és ugye azt miután kiszedted, újra kell tölteni rizssel, és valami személyes dolgot kell beleraknod, és igazából azt utána egy piros cénával kell összefűznöd, ugye a piros az ugye az a vérszíne, nem tudom, hogy miért te van ennek, és hát miután összevartad, akkor be kell rakni egy mosdóba, vagy egy fürdőkádba, egy picit vízzel megtelítve, és ott kell hagyni. Na de ezt úgyis meg fogjátok látni, szerintem akkor nézzük meg, hogy ez, mert nagyon kíváncsi vagyok már. Most ezt tényleg most csináljuk? Hát, szerintem jó videó lenne magam úgy, hát nem tudom. Mi történhetünk velük, para dolog? Hát most egy történik, ha nem tudom, mi csinálok egyébként, ez biztos. Na srácok, elérkeztünk oda, most lesz az, hogy kiszedjük abból a nyusziból, amit mindjárt láthattok, a dolgokat, és megtöltjük rizsát. Így van, ugye hát megcsináljuk a rituálét, úgyhogy ezt nézzük. Rituálé. Hát. Na hát akkor most be lesz ki. Jaj. Mindent vegyél ki belül. Azt a mindenit. Hú, gyerek, ez egy picit para. Jézusom! Ugye rizsát önt bele. Azt a VTF. Nagyon beteg egyébként, tehát fogalmam sincs, miért csinálunk ilyesmit. Tippem sincs egyébként. Na, egyébként, srácok, nem tudom mennyire látszik. 2 óra 44 van. Úgyhogy látjátok, 2 óra 44 van. Minden villany fel van kapcsolva, mert alapból is egy picit parások vagyunk. Na és azt kell még igazából tudni, nagyon-nagyon sok para dolog történt már velünk korábban, és tényleg nagyon félünk, hogy most mi fog történni egyébként. Így néz ki a csoda. Ja, hát amennyire tudtam, nagyjából összevartam ott a dolgokat, hát nagyjából talán nem fog szétjönni. És hát akkor még gyorsan annyit kell csinálnunk, hogy egy sós vizet. Belemetünk egy kis sót. Jó. Jó. Fogalmam sincs, miért csináljuk ezt igazából. Na, cső villany. Már most kiégettél villany? Úgyhogy akkor itt van nekünk ez. Ezzel fogunk világítani majd, mert ugye le kell kapcsolni az villanyt. Na de menjünk be akkor a fürdőbe most. Igen. Itt menjünk a fürdőbe. És... Na mi legyen a nem a nyugszínnek? Legyen Chris, nem? Jó. Chris az olyan jó. Nem tudom. Úgyhogy rakjuk bele. Chris. Úristen. Külföldön láttuk ezt a kihívást. De ja, a videó elején is benn volt. És... hát most nem tudom most mire számítsunk, de... Csak hát most... Bazeg, most mit tudna csinálni szegény baba? Na, úgyhogy igazából hozzá magunkhoz kell vennünk egy fogkefét. Elvileg, és most jön a játék lényege. Nagyon-nagyon fontos az, hogy nem nézhetsz hátra. Ha hátra nézel, akkor nem tudom mi fog történni. Ki kell jönnünk ide a fürdőszoba elé, elszámolni 10-ig, és visszajön ide. Krisz, most benne vagy. Krisz, most benne vagy. Krisz, most benne vagy. És most menjünk ki. Most ki kell menni? Most ki kell, hogy kapcsolja minden villany. Ne, most le kell kapcsolni minden villany. De várjál, most ajtót ne csukjak be? Mi? Azt ne. A rohadt és élet. És gyerekek, most nem szabad hátra. És a tévé az megy, mert annak mennie kell. 1, 2, 3, 4, 5, ne nézz hátra. 7, 8, 9, 10. Gyere, most meg kell szúrni. Honnan? Megvagy. De ott kell hagyni, várj a fokra. És most ott kell hagyni mellette. De most akkor azt kell mondani, hogy te jössz, nem? És akkor most kell mondani, hogy háromszor kell mondani azt, hogy most te jössz. És el kell bújnunk. Gyerünk. Most te jössz. Krisz, most te jössz. Krisz, most te jössz. Aj, csukjunk be. Csukjunk be. Csukjunk be, csukjunk be. Hallod, de szerintem nem gyere, tudom. Gyere, bújunk ide. Azt és gyerekek, most várni kell egy picit. És mi lesz, ha történik valami? El kell indulnunk visszafele, megnézni, hogy történt-e valami. Úgyhogy nézzük meg, hogy akkor történt-e valami. Még itt van. Abban semmi változás. Ide elbújunk. Gyerekek, itt van nálunk ugye a sós víz, ami arra szolgál, hogyha bármiféle probléma történne,
akkor ezzel kell leöntenünk a babát. De csak nem történik semmi, nem? Vagy? Hát szerintem nem. Szerintem nem. Úgyhogy menjünk és nézzük meg. Nézzük, hogy most túl vagy. Na nézzük, hogy történt-e valami. Jó. A**ád. A**ád. És mész a p***ába. Ne, hallod. Mi a f***? Figyeld, figyeld. A**ád. 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 Gyere be. Ez mi? De hol van? Menjetek a p***ába. Én gyerek, én azt hittem, hogy ez kamu. Én azt hittem, hogy ez kamu. Meg. Jó, menjünk. Nincs ott? Nem megyek, vágod. Azt a gyerekek. Hogy most hol van? Várjál. De ne menjünk már ki. Nagyon félek, ember. De ne menjünk ki. Hallod, ne menjünk ki. Gyerekek, most mi lesz? De ne menjünk ki. De muszáj kivenni. Erre nem voltunk felkészülve, srácok. Tehát az van, hogy valami tényleg történt, és nincs ott. Mi a f*** volt ez? Mi a f***? Jó, én ezt nem bírom. Ony. Mi a f***? Volt ez? F***. Nem jöhetünk itt benn végig. Most én nem tudom, most kimenjünk. Ez most mi, ember? Ez most mi? Ez mi a f***? Mi? Ez mi a f***? Nem hallottad? Most nem f***. Hallod? Mi hallod? A f***? Ember! Mi a f***? Nem f***, már feg. Ember ott van? Ott van? Nem f***, ott feg, hogy ott van, szopatsz? Nincs itt, itt nincs semmi. Áll a szőrolában van, gyerekek. Hallod, jó, menjünk. Muszáj kimenni, srácok. Nézzük meg, hogy nem ment vissza. Hallod, most így vagy tudod, minden? Én nem. Hallod, éppen a villany. Tényleg éppen a villany. Én nem hagytam éve a villanyt. Éppen a villany. Igen, nem akarok meghalni. Na jó, én ezt nem bírom. Készítem a vizet, már. Te hallod, te... A fogkefe is eltűnt. Szadad. A fogkefe is eltűnt. Olyan nincs. Ilyen nincs. Nem. Hol van? Nincs. Te nyertél! Mi nyertük? Mi nyertük? Azt mondta, hogy mi nyertük? Mi nyertük? Mi? Úristen! Azt a... Na jó, nekem ez túl sok. Nekem ez túl sok. Ez nekem ez túl sok. De most gyerekek. Most hol a fogkefe? Hol a fogkefe? Mert ezt, hát ha még a fogkefét is lekönteni, én nem tudom. Hol a fogkefe, gyerekek? Itt valahol nincsen? Vagy itt mögé nem vittál? Itt nincs. Itt nincs, de várjál, mert... Ó, ott van még az. Csak megint eltűnne. Nem, van. Nézzük meg, hogy itt van-e mögötte. Nem, akkor. Ott látsz valamit? Nincs ott. Várjál. Csíny van. Mi? Nem tudom, hogy hol van. Na. A szobával az a hang. Nem. Hát nem a plüss volt. Mi van, hogyha a fogkefébe is belement valami? Mit? Nem tudom, de mi volt az a hang? Radiátor? A radiátorra semmi sincs. Hol van? Jó, éreztem, fejeztem. Hallod? Mi van? Mi van, hallod? Mi volt? Mi volt? Hol? Ott van. Ott. Mely? Csak én még fogkefét életemben nem féltem. Ott van az meg. Meg ember! Hallod? Hallod, azt hozd el a p***t! Hallod, azt hozd el! Hallod, azt el kell hozd, nem hallod. A p***t! Istenem, be.
Másnap reggel van konkrétan. Nem aludtunk semmit. Nem. Egyszerűen... Nem tudom elmondani, hogy mi történt velünk. Itt ültünk innen nappaliba, és beszélgettünk egész végig, hogy ez most mi a... Kidobtuk, direkt elvittük, ketten kísértáltunk, és van nagyon messze egy szemét tároló, oda kivittük. Hogy az igazából azóta nem láttuk meg semmit, tehát nem történt azóta semmi amúgy. A kamera is nem erőt az este. Ja, még azt is tölteni kellett, most nem tudom, most talán nem fog merülni. Úgyhogy gyerekek, úgyhogy gyorsan is köszönnénk, ez ilyen, nem, ez... És ami a legfontosabb, srácok, hogy eszetemben eljusson ezt kipróbálni otthon. Ezt tényleg ne próbáljátok ki. Lehet, hogy nektek nem történne semmi. Lehet, hogy nem, de ha történik, gyerekek. Én ezt megélni, ezt nem tudom elmondani, hogy várjad, sírtam még itt hajnalban. Ez hihetetlen. Nagyon reméljük, hogy a videó nem fog nektek bármiféle problémát okoz, nagyon sok volt benne a káromkodás, és nagyon sok volt benne minden, és nem is volt annyira összeszedett, de úgy gondoltuk, hogy ezt muszáj megcsinálni a videóba. Ez valami full ilyen paranormal activity volt kb. Gyerekek, hogy így basszus, hát tényleg nem tudom, milyen felvételek vannak, még nem néztük meg, de hát gondolom nem valami izék, hogy folyamatosan vettünk. Hát majd meglátjuk el. Meglátjuk, úgyhogy köszönjük, hogy végignéztétek, nem tudom, ilyenkor mit lehet mondani. Hát nem tudom, mindegy. Szerintem sziasztok. Szerintem is sziasztok. Úgyhogy ezt nem próbáljátok. Sziasztok, kövi vlogban.